szeretettel köszöntök mindenkit Kékváros 2018. januári tervezett közmeghallgatásán. A közmeghallgatással kapcsolatosan a lakosság részére kiküldtünk egy meghívót minden lakos, minden postaládába. Elpróbáltunk juttatni egy-egy meghívót. Örülök, hogy azért viszonylag szép számmal megjelentünk, és bízok abban, hogy talán aktívak is leszünk ezen a közmeghallgatáson. Ez a forgatókönyve hasonló az elmúlt időszakhoz, amit elmúlt évben volt, illetve években. A közmeghallgatásnak is vannak napirendi pontja, vannak napirendi pontjai. Ezeket szeretném a képviselőtestület elfogadni, amit tiszteletartással szavazok, hogy elfogadjuk. És a közmeghallgatásunkban az első napirendi pont a tétirendőrös munkájával, illetve magával a rendőrségi tevékenységgel kapcsolatos beszámoló meghallgatása, és sok szeretettel köszöntöm a parancsnok urat, Varga Péter urat, és meg is kérném, hogy akkor a első napi rendi pontot a téti rendőrséggel kapcsolatos beszámolót tartsa meg, illetve általánosságban nem csak a tétivel, hanem egy kicsit akár a téti járással kapcsolatos tevékenységéről is hosszan meg velük pár mondat. Meghallgatáson. Előjáról annyit szeretnék mondani, hogy idén fogjuk ünnepelni a 5. évünket, hiszen 2013. február 1-től üzemel a téti rendőrös itt Tét városában. Ugye megfogalmazott az Országos Rendőrkötársaságtól egy olyan ajánlás, hogy minden járási széken legyen legalább egy osztályjogállású rendőrös, itt a téti járáson belül minden rendőrségi feladatot ellát. Tulajdonképpen ebben az 5 évben a összlétszám tulajdonképpen nem változott. Ez a 22 fővel látjuk a téti járásban a rendőri feladatunkat. Nyilván azért ránk is jellemző, hogy a kollégák jönnek-mennek, tehát azt mondom, hogy éves szinten egy-két kollega jön, újak érkeznek, tehát hogy a létszámunk ehhez mérten feladatainkat elsősorban látni. Ja, bocsánat. Próbálok hangosabban beszélni, nem szeretném. Jobb lesz a hangosabban beszélni? Jó, rendben. Szerintem inkább beszélnék hangosabban, jobban szeretem a hangosabb szót, mint a mikrofon. Tehát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy ugye 2013, amikor megalakult a téti rendőrös, ezt minden fórumon ugye elmondom, körülbelül olyan 400 bűncselekmény történt téti járás valószínűleg, nem csak tétet érinti, hanem itt a többi 14 település. Igazából már az első évünkben, amikor megalakult a téti rendőrös, ezt a bűncselekmény számot már sikerült 200 környékkel levinni, és tulajdonképpen ebben az 5 éves periódusban ezt a 200 körüli számot produkálja maga itt az egész téti járás. Ettől sajnálatos módon nem tudunk elmozdulni, törekvéseik vannak, de úgy nézem, hogy erre a 200-as bűncselekmény számra áll be maga ez a térség. Ugye ez a térség körülbelül 19-20 ezer lakost ölel magába, 18 település foglaltatik bele az illetékességi területünkbe, ugye ezen a területen tevékenykedünk. Akkor egy pár gondolatot mondanék a rendőrös munkájának. Hála Istennek, ugye a nyomozóink, akik három fővel látják el, egy fő osztályvezető irányításával a nyomozati cselekményeinket, kialakították már azt a személyi, illetve területi ismeretet, hogy nagyon jól megismerték már mind a tétnek a területét, mind a környező településeknek a területét, és ennek folyamán folyamatosan tudtuk a bűncselekményekben az eredményes felderített nyomozásainkat mindúttalan gyarapítani, hiszen 2013-ban a 151 ismertebb tettes által elkövetett bűncselekményekben mindössze csak a 39%-át sikerült felderítenünk. 2017-ben úgyhogy sikerült csökkentenünk
az ismeretek által elkövetett bűncselekményeknek a számát számolni 122-re mérsékelődött el a szám, abban mintegy 51%-ban az elkövetőket sikerült kézrekeríteni, tehát azt kell mondjam, hogy az ismeretlen tettes által elkövetett bűncselekményeknél a több mint a felében a elkövetőket sikerült tetten érnünk, illetve hozzá kell tennem, hogy ugye nem csak ismeretlen elkövetők ellen folytatta a téti rendőrösség, a győri rendőrkapitányság nyomozást, hanem az ismert elkövetők ellen is. Ha ezt is összeadjuk ezeket a számokat, akkor körülbelül azt kell, hogy mondjam, hogy a 65-70%-os nyomozás eredményességgel dolgozunk, ami azt gondolom, hogy számunkra egy kiemelkedő teljesítmény, nyilván az önök számára ebben sok mindent azért nem, hiszen hogyha bárki is bűncselekmény áldozatára válik, és ott adott pillanatban, amelyik az elkövetőt nem sikerül kézrekeríteni, nyilván neki ez csalódás, hogy a rendőrség nem tudott benne segíteni. Mi azon vagyunk, hogy minden sértettnél, illetve minden bűncselekménynél az elkövetőket tetten érjük, és felelősségre tudjuk vonni. És akkor pár gondolatot mondanék csak és kizárólag a Tész városára vonatkozóan, hiszen önöket ez sokkal jobban érdekli, mint a más településeknek a bűncselekményi viszonyai. Azt azért előjáról el kell mondanom, hogy Tét lakosság szempontjából az egyik legnagyobb a téti járásunk vonatkozásában. Azért a bűncselekményeinknek a java része, ugye azért itt ebben a térségben, illetve ebben a városban történik, de azért az sem olyan nagy mértékű. Hogyha nézem azt, hogy csak a közterületen hogy alakulnak a bűncselekményi számok, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy évről évre a közterületen elkövetett, illetve a 14 kiemelt kategóriában, amit mi bekategorizálunk bűncselekmények, folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, mint amit említettem is, ugye, hogy 122 ismeretlen tettes ellen folytattunk összesen nyomozást, körülbelül a tét város vonatkozásában olyan 40 körülre tehető ez a szám. Az össz bűncselekmény egyébként tét városában az mindösszesen 61 darab bűncselekmény történt, ami azt mondom, hogy valaki azt mondja, hogy ez sok, én azt mondom, hogy ez egy tűrhető számadat. Ha megnézzük külön-külön a bűncselekményi kategóriákat, akkor pláne, hiszen nem kiugró azoknak a bűncselekmények száma, ami nagyon a lakosságot érinti. Gondolom én a vagyonelleni bűncselekményekre, tehát azt mondom, hogy a vagyonelleni bűncselekményeknek a száma az kicsit most puskáznunk kell itt ebben, hogy összeadjam hirtelen, az mindösszesen 15-öt tesz ki. Tehát azt mondom, hogy az nem egy rossz szám, ekkora lakosságra, illetve területre betintve. Igazából itt számomra az a kicsit a problémásabb, hogy egy picit megfordult ezen a településen az ismeretlen elkövetőknek a száma, tehát sokkal több ismert elkövetővel szemben folytatott le a téti rendőrség, a győri rendőrkapitányság nyomozás, és ismeretlen tettes ellen. Tehát gondolok én itt ilyen bűncselekményekre, hogy közúti járművezetés, illetve közúti járművezetés tiltott átengedése, közúti balesetokozás, tehát mondjuk a közlekedési bűncselekmények kategóriát emelem ki, illetve van még ugye egy olyan kategória, hogy a házasság, családbiztonság elleni bűncselekmények, illetve a kiskorú veszélyeztetések, ezek ebben a két kategóriában is 10 ilyen bűncselekményt regisztráltunk, illetve folytattunk be személyek ellen, ezek mind ismert elkövetővel szemben indult eljárások. Úgyhogy azt gondolom, hogy hála Istennek nem egy bűnügyileg nagyon felkezdett településről van szó, ezt elmondhatom egyébként a téti járásra vonatkozólag is, úgy, hogy azért a 2016-ról 2017-re a közbűncselekmény számunk egy 10%-ot azért növekedett, de megvizsgálva ennek a hátterét, arra megállapításra jutottunk, hogy inkább ezek is az ismert elkövetők voltak, tehát akik már eleve a rendőrség látókörébe kerültek, és eljárás alá tudtuk őket rolni, tehát nem az ismeretlen elkövetők, akiknek a nyomozása sokkal nehezebb, mint az ismert elkövetővel szembeni nyomozások.
Pár gondolatot akkor itt még szeretnék a kiemelt kategóriás beszélni, a bűnmegelőzésről, mert szerintem a legfontosabb szerintem nálunk a nyomozások mellett kiemelt fontosnak tartjuk, mint a TT rendőrösök dolgozók, a bűnmegelőzést, hogy ne váljuk áldozatává a bűncselekményeknek, hogy azáltal sikeresebbek legyünk mi is, önök is, hogy a vagyonbiztonságunkat minél jobban meg tudjuk oldani, és nem kell nagy dolgokra gondolni, hogy akár különböző biztonságtechnikai cégeknél riasztókat szerelni, az is egy jó megoldás egyébként, szinte az egyik szinte legbiztosabb, bár az is ugye kijátszható, de mégis az egy hatékony, de gondolok én itt a szomszédokra, hogy egymással, hogyha esetleg jó viszonyt ápolnak a szomszédok, akkor egymás portájára oda tudnak figyelni, vagy esetleg beszerezhetőek mondjuk olyan pici biztonságtechnikai eszközök, gondolok én itt mondjuk egy ajtó égve, mondjuk ez egy idősek célszerű egyébként alkalmazóan egyedül élő idősek élnek, hogyha este bezárják a lakásnak az ajtaját, beleteszik mondjuk még azt az ajtóléket, és akkor nyilván, ha valaki rossz szándékkal szeretne hozzá egy bemenni, akkor ez nagy valószínűséggel hatékonyabban megakadályozza, hogy egy rossz szándékú bűnelkövető mondjuk adott esetben oda, ahova az ingatlanba bemenjen. Illetve szerintem még egy másik nagyon egyszerű és hatékony dolog szerintem, nagyjából idősebb korosztály látok magam előtt. Emlékszem is a nagypapámig, nagymamámigra, ahol nagyon sok helyen mondjuk kutyák voltak. Tehát ugye a kutya is egy olyan bűnmegelőzési eszköznek is vehetjük, aki akár adott esetben elriasztja mondjuk a rossz szándékkal odaérkező emberkéket, mert hogy volt egy kutya, arra lehet, hogy az ott lakó is fel kell mondjuk a szomszéd is, és akkor tudják, hogy valami esetleg nem stíme. Tehát mondjuk ezek is ilyen apróságok, érdemes ezeket a dolgokat megfontolni. Illetve terveik vannak ebben az évben, hogy ha bármiféle megkeresés érkezik hozzánk, nagyon szívesen fogunk tartani akár idősek klubjába, vagy bármilyen más fórumon bűnmegelőzési előadásokat, és akkor egy-két fortét vagy egy-két tanácsot nagyon szívesen meg tudunk osztani, illetve az sokkal kötetlenebb dolog, úgyhogy mondjuk én itt beszélek ezen a kultusoson, mert akár egy ilyen interakció keretében el tudják mondani a lakók, a lakosság, hogy számukra mi az, aminek segítségre lenne szükségük, esetleg akkor a rendőrség hogyan tud segíteni, és talán akkor ezzel a dologgal is előrébb tudunk. Röviden ennyit szerettem volna elmondani a téti rendőrös munkásságáról, esetleg, hogyha van kérdés irányomban, tegyék fel, és megpróbálják a tudásom szerint válaszolni. Nyugodtan lehet kérdezni. Nyugodtan lehet kérdezni. De ha most nem jut esetleg eszünkbe kérdés, ugye a téti rendőrös alapvetően ugye hétfőtől péntekig nyugodtani munkarendben dolgoznak a kollégáim, tehát a péntek hétfőtől csütörtökig fél nyolctól négyig van nincs félfogadásunk, illetve pénteken fél nyolctól fél kettőig, de ha bárkinek bármiféle kérdésre vagy problémának adna, keressen fel bennünket, és akkor ha ugyanak a személyes beszélgetés során megpróbálunk az ő problémáját orvosolni. Konkrétan kérdés esetleg Pánosnak úrhoz. Én csak egy gondolatot a mi közös munkánktól, mert valamilyen szinten közös a mi munkánk. Én azt látom, hogy nagyon példaértékű. Tehát minden évben többször találkozunk, nem csak rendezvényeken, hanem bármilyen olyan eseményen, ahol szükség van a rendőrségnek a megelőző munkájára, itt, akár városnapi, akár civil szervezetnek, de megtisztelő az is, hogy például a idei járási fórum az Téten volt, ahol megtisztelt bennünket, mint a városi kapitány úr, és mind a tábornok úr, tehát a megyei kapitány is, és a polgármestereknek, hát a település polgármestereinek, illetve jegyzőinek beszámolót tartottak, de mondom, szoros a kapcsolat
nyelvizsikon mozdok ez a kapcsolat, hanem naponta beszélünk, vagy többször beszélünk egymással, ha hívjuk a járőröket. Lehetőséget azonnal itt vannak, ha bármilyen egyéb bejelentések vannak, kapunk visszajelzéseket a dolgokról. Hát én megköszönöm a parancsnok úrnak, megköszönöm az egész kollektívának a hozzáállását és a munkáját. Azt látom, hogy mintha magában a településen olyan kicsit olyan nyugalom lenne. Hát azok a betörés sorozatok, amik mondjuk jellemezték az elmúlt időszakban a településünket, vagy akár a kistérség egyes területeit, azok mintha egy kicsit visszaszorultak volna. Az, hogy itt van nekünk egy ilyen balesethezért 80-as utunk erről, nem mi tehetünk. Sajnos, hát olyan gépjármű forgalom zajlik ezen az úton, és egyre több autó látunk érzékeit. De nem csak a 83-on, hanem már a főúton is. Tehát ha mondjuk itt sokszor át kell menni a főúton is az egyik oldalra a másikra, hát már ember elgondolkodik, hogy mikor így jön el. Ezt még egyszer én megköszönöm a parancsnok úrnak a együttműködésünket, a hozzáállásukat, és köszönöm azt a segítséget, amit közösen egymásnak nyújtunk. A második napirendi pontunk az a Tétváros önkormányzatának a 2018 évi költségvetésének a tervezete. A költségvetést azt minden évben január utolsó időszakában beszoktuk hozni ide a lakossági fórumra. Csak egy kicsit az, hogy tisztában legyünk, hogy miből is áll az önkormányzat költségvetése, illetve az gondolom kevésbé érdekli a lakosságot, hogy ennek a nagy része az munkabérre megy és egyéb dolgokra, inkább akár a fejlesztések, vagy azok a dolgok, ami mindenki a saját bőrén érezhet talán, vagy lát ebben valami kis fejlődési lehetőséget. Azért az fontos, hogy a költségvetésünk az mindig stabil legyen, tehát a bevételi és a kiadási oldalt azt hiánnyal már nem tervezhetjük. Terveink szerint 2018-ban a önkormányzat költségvetése, az azt kell mondjam, hogy a költségvetését a biztonságos gazdálkodásnak köszönhetően, vagy elképzelésnek köszönhetően stabilnak mondhatjuk. A költségvetés főbb számai azok zömében a személyi jellegű fizetésekből állnak, tehát erre is kapunk normatívan, hogy tisztában legyünk, csak dióhéjban. Az, hogy Tétváros itt van, és itt van a hivatal, sokan azt gondolják, hogy ez csak Tétváros. Hát a költségvetésünk az nem Tétvárosnak költségvetésében áll, hanem a költségvetésünk magába foglalja például a közös hivatal költségvetését is. Ez azt jelenti, hogy a 5 településsel együtt, Rába-Szentmihály, Rába-Csécsény, Mérges, Kisbabot és Tét közös hivatalt alkot, a hivatali munkát azok a dolgozók végzik, akiknek a munkáltatója a jegyzőasszony. A közös hivatalnak a létszáma az 23,6 fő, 24 fővel dolgozunk. Kirendeltségek vannak Rába-Szentmihályon, kirendeltségek vannak Csécsényben, itt végeznek adó pénzügyi dolgokat, és természetesen a tétel élő önkormányzati dolgozók. Aztán a költségvetésünk, ez a költségvetésünkben a normatív alapján egy 108 millió forintot jelent, tehát a közös hivatal 108 millió forintból gazdálkodik. Azt kell, hogy mondjam, tipikus a hatósági és állampolgári feladatokat látnak el a dolgozók, tehát az adó, pénzügy, építésügy és egyéb szakigazgatási feladatokat. Ami a költségvetésünknek egy nagyon nagy szelete, az az intézményeink. Ugye a közös hivatal mellett a Téti Kisfaldi Károly óvoda és bölcsöde az egyik legnagyobb létszámú működő intézményünk, 42 dolgozó található a bölcsödében és az óvodában. Ugye most már 5 csoport, 2 bölcsödei csoport van, és azt kell, hogy mondjam, hogy
nagyon sok gyerekkel, hála Isten, nagyon sok gyerekkel foglalkoznak az óvodák és a dajkák. Ugye ide tartozik a konyha, tehát a konyhán hétfő dolgozik, és ide tartoznak a kisegítő személyzetek a óvodában. Tehát az óvodai költségvetés az azt jelenti, hogy szintén kizárólag normatív alapján 180 millió forint körül van. Az elmúlt időszakban is, 2017 évben sajnos az óvoda és a bölcsöde költségvetéséhez a településnek, az önkormányzatnak hozzá kellett járulni. Tehát az a normatíva, amit kapunk mondjuk állami szinten a fenntartásra, az sajnos nem elég. Lehet, hogy elegendő a dolgozói bérekre, de ugye itt is volt azért egy garantált bérminimum növekedés, volt egy szakmunkás bér növekedés, illetve hát azért az óvók, azok magasabb bérrel is vannak. Tehát ehhez közel 15-16 millió forint támogatás kellett, vagy ki kellett egészítenünk az óvoda költségvetését. Ugye az óvoda konyha az normatív alapján látja el a feladatát, tehát azt látjuk, hogy ugye a normatív támogatás az étkeztetésre az sokszor másképp alakul. Az önkormányzatnak a kötelező feladata például, amivel egy kicsit én személy szerint értek egyet. Ez a nyári napközés, a nyári étkeztetés, az, hogy embereket, gyermekeket ugyanúgy kötelező étkeztetnünk, és kötelező biztosítanunk a részükre a étkeztetést. Én azt gondolnám, hogy ez nem minden esetben önkormányzat feladat kellene legyen. Az jó, hogy az állam ide pakolja, csak akkor szeretnénk kérni a teljes mértékben támogatná is. Támogatja természetesen, csak hát azért néha nem annyi az annyi. Aztán ugye van a szociális intézményünk, mint járási székely, nagyon szigorú családi gyermekjóléti feladatokat kell ellátnunk. Járási központként családi gyermekjóléti központot kell működtetnünk, ez jelen esetben 4 fővel van, és a családi gyermekjóléti szolgálatot. Ugye ehhez az intézmény tartozik az INO, tehát az idősek napközi otthona, ehhez tartozik a háli segítségnyújtás, ehhez tartozik a gyermekeknek a szállítatása, és hát minden olyan gyermekvédelmi feladat, sajnos egyre több, ami nem csak a szociális dolgozóknak, tehát a családi gyermekjóléti munkatársaknak okoznak komoly terhelést, hanem az iskolának, már az óvodának, és nem utolsó sorban a rendőrségnek. Hát majdnem minden hétvégén jön egy olyan rendőrségi megkeresés, hogy most ide kellene menni, oda kellene menni, ezt a gyereket kellene elvinni a családból. Tehát magának a szociális intézmények nagyon kemény kötelezettségei vannak, és hát azt látjuk, hogy a jogszabályi előírások azok nem könnyítik, hanem inkább a bürokrácia és az egyéb dolog az egyre nehézesebb számunkra. És hát ugye vannak az önkormányzati dolgozók, Tétváros önkormányzata, mi 10 vagyunk, vagyis 10 fő dolgozik az önkormányzatán, ebbe beletartozik a két védőnő, beletartozik a rendőr, beletartoznak a fizikai dolgozónk, a 4 fő, tehát 4 fő fizikai dolgozónk van, ismerjük őket, tehát mi 10 fővel látjuk. Tisztfő dolgozik magában a téti polgármesteri hivatalnak a állományában. Tehát ha megnézzük, akkor ez a dolgozói létszám, ez közel 100 fő körül. De a költségvetésünk szempontjából ugye feladatellátást kapunk, tehát adott feladatot finanszíroznak közvilágítás, egyéb dolgokat. Tehát ebből ez a önkormányzat működéséhez sokszor nem elég. Tehát ezért kell általában azokból az adóbevételekből és egyébből kiegészíteni a tevékenységünket, ami nem fedezi a működésünket. Az elmúlt évben, ugye sok mindenről beszéltem én itt, hogy Tétvárosában milyen fejlesztéseket szeretnénk meg milyen pályázatokat adtunk be 2015-től, folyamatosan nyújtottunk be pályázatokat, folyamatosan próbáltunk élni azzal a lehetőséggel, amivel akár az uniós pályázati szinten lehetett. Tehát előkészületeket engedélyeztettünk,
terveket készítettünk, majdnem minden intézményünk meg van tervezve. Hát ezek közül nem szeretnék most ilyen nagyzási mániába esni, elnézést, hogy most elmondom azt, hogy melyik pályázatra mennyi pénzt nyertünk, mert valaki, ugye az újság mindig lehozza ezeket, már lassan nem kell tudni, hogy mindenki nyert, annyi pénz van itt, hogy lassan Dunát lehet vele rekeszteni, és mégsem látszik semmi. Mert valóban itt már beharangoztak 3-4 éve, hogy nyertek pályázatokat önkormányzatok. Aztán folyamatosan jönnek, hogy még nyertek. Hát igen, nyertünk, és pénzünk is itt van, csak egyszerűen az a pályázattal kapcsolatos szigorú elvárások, amik a engedélyeztetés, az adminisztráció, egyáltalán kivitelezések megkezdése, milyen herceúca van, azok nem egyszerűek. És ez lassítja az egyik dolgot. És akkor mondanám, hogy mire nyertünk, vagyis már ugye elmúlt évben is, vagy talán már 2 éve is beszéltem róla. Egyik legfontosabb volt, és ezt mondtam számomra, a közlekedés szempontjából a kerékpárút volt. Már lakossági fórum, már megnéztük a nyomvonalát. Egy éves procedúra, vagy másfél éves procedúra előzte meg a kerékpárútnak a pályázat beadását, amik engedélyeztetésre került. Téten a kerékpárút fejlesztésére 181 millió forintot nyert. Ez a kerékpárút, ez most olyan szakaszba került, hogy szeretnénk a jövő héten kiírni rá a közbeszerzési eljárást a kivitelezésre. Ez az egyik legsürgetőbb határidő, ami a kerékpárútra vonatkozik, ez 2018. november 1-ére be kell fejezni. Ez a kerékpárút, ez indul a Sakoló Kft-től, és folytatódik a Gyömörej úti átkelőig, tehát a Gyömörej úti kórházig vagy az ABC-ig fog tartani, tehát a Győri útnak ezt a kritikus szakaszát is érinti, ami a Boltok előtt van, látjuk, hogy lassan most már nemhogy menni nem lehet rajta, de már nem tudom, tehát ha esik az eső, akkor nem látjuk a Tócsától a gödröket, ha száraz idő van, akkor meg azért baleset veszélyes. Tehát egy kicsit átett variálva, ott párhuzamos parkolók lesznek, ott meg fog valósulni egy 1.50-es járda és egy 2.70-es kerékpárút azon a részen is, és ezen a részen is. Tehát részben érinti egy járda, teljes járda szakaszt, ami 1.50-es hozban, és érinti a kerékpárútot, ami kétsávos kerékpárút lesz. Két átvezetése lesz, egy itt a Debrecen utcánál, itt lesz egy gyalogátkelő, és lesz egy a gyógyító átnál, ott egy kerékpáros átvezetés lesz, mert a kerékpárút bemegy a templom közbe. Na most a pályázat kihirdetése az megtörtént nyár végén. Aztán erre a kerékpárútra kitalálták, hogy hát a kész tervünket azt vigyük el, akkor már, ha már nyertünk, akkor vigyük el egy országos tervtanácsra, akkor vigyük el egy független auditori véleményre. Ma délelőttemet mondjuk a közútkezelőnél töltöttem, mert a közbeszerzés előtt, amit a közlekedés közúti hatóság előírt, hát azt próbáltam egy kicsit, vagy próbáltuk a tervezőkkel, meg most már a műszaki ellenőre redukálni, mert a közút olyan elképesztő dolgokat követelne itt nekünk, ami a beruházásnak mondjuk 20%-kal megneveli. Azt tudni kell, hogy érint a kerékpárút nem csak kerékpárutat és nem csak járdát, hanem érint például dizelvezetést ezen a szakaszon, ami ezen a szakaszon van. Ugye látjuk, hogy elég kicsi a hely, a húsbolttól a gyógyítóházig, és érint itt egy buszmegállót, ugye a buszöböl. Meglátjuk, hogy most milyen a buszöböl, ugye? Mert nem buszöböl, hanem Marincsnasz leszállom. És most erre a buszöbölre, tehát ott ki kell alakítanunk egy buszöblöt, aminek aztán a közül olyan dolgokat írt elő, hogy körülbelül 80 centire szedjük ki a földet, aztán akkor tegyünk 60 centi betont, meg 3 méter aszfaltot, meg egyéb. Tehát sok olyan dolgot szeretné a közül velünk megcsinálni, aminek semmi közül nincs a kerékpárúthoz. De hát ugye az a legnagyobb gond, hogy járdától, vagyis telekhatártól telekhatárig magyar közút, vagyis magyar állam tulajdon. Tehát a közút kezelésében vannak ezek a területek. Tehát mint tulajdonos, tehát azt kell mondjam, mindenben beleszólhat, vagy mindenben mondhat nekünk dolgokat.
Tehát ezt szeretjük volna egy kicsit leredukálni, ezeket az általánő dolgokat, amik úgy gondoltuk teljesen fölösleges. Most úgy gondolom, hogy elég szépen megcsináltuk bent a sportpályánál lévő, a Móricz-Idai útnál is a buszmegállót. Tehát ott is mi volt? Emberek leszálltak a sárra a vízbe. Azt mondták, hogy nem kell engedély. Mikor engedjeltünk, hogy elkezdjük, akkor megcsináljuk, akik találták, hogy terveztessük meg. Meg kellett terveztetni, semmi értelme, ugyanígy megcsináltuk volna a tervényekből is. De körülbelül elvett az életünkből 4 hónapot, mert már 4 hónap előtte meg tudtuk volna csinálni. Hát, vannak ilyen dolgok. Tehát ez a kerékpárút. Én azt gondolom, hogy egy üdeszint volt a rend ez a településünk. Aki kerékpárral közlekedik, és főként a reggeli órákban én nem, de autóval is jövök. Tehát ha reggel, amikor felkel a nap pont innét süt az ember szemébe, ez vakító. Úgy gondolom, hogy a kerékpárút ebben megoldás lenne. De hát az a baj, hogy a kerékpárútnak egy csomó járulékos költsége van. Eredetileg 6 oszlopot kellett volna kiváltanunk. Az országos tervtanácsnak előírtak 12 oszlopot kell kiváltanunk a kerékpárútnak helyén, amit csak az EON végez, 20 kW-os vezetéken van szó. Eredetileg 1,5 millió forintra volt tervezve egy oszlop kiváltás. Most megtervezték, tehát ennek is nagyon szigorú tervelőrásai vannak, hát ezt kimondottan a EON-nál kell terveztetni, szintén közúti egyeztetés, tehát tartalmazza a 12 darab oszlop kiváltást. A kerékpároknak lesz külön közvilágítása is, tehát vannak olyan részei, ahol egyáltalán nincs oszlop, tehát van, ahol a meglévő oszlopok, de úgy közvilágítási lámpa kerülnek föl, és a kerékpárutat világítják meg, illetve az átkeléseknél is nagyon szigorú forgalomtechnikai előírások vannak a megvilágításra, tehát ami a gyalogos, illetve a kerékpáros átvezetést tartalmazza. Azt látom, hogy ez a pályázatunk az, amit meg kell csinálnunk, és ez biztos vagyok benne, hogyha a közbeszerzésre találunk kivitelezőt, mert ez sem egyszerű, a mostani világban, akkor ez talán márciusban el fog indulni, és erre legkésőbb szeptemberben már kerékpárúton tudunk kerékpározni. Ami megy projektünk, az egy 40 milliós szociális projekt, az részben a hátrányos helyzetű, tehát főként Ürgeinek volt egy szociális projekt része, ahol a Ürgeinben lévő hátrányos helyzetű családoknak kellene a valamilyen szinten, nem is tudom, egy ilyen szoftos részét képezni. Hát ez megy, ez a család és gyermekjóléti központtal közösen megy, és a szolgálattal. Ennek volna egy fejlesztési része, ami egy 250 milliós fejlesztési része, azt a pályázatot azt nem nyertük meg. Annak ellenére feltétele volt, úgy lehetett beadni a beruházási pályázatot, hogy először a szoftosat be kell. Nem is értem. Azt mondták, hogy ennek adminisztrációs okok miatt valahogy lekerültünk elő is, hogy csak 2 település adhatott be erre pályázatot a megyéből, az egyik Kapuvár és a másik Tét volt. Nem értjük, tehát azt mondták, hogy ez talán majd rendben lesz. Ami beruházásra nyertünk pénzt, és nem kevés összeget, az épület energetikai fejlesztés. Szeretnénk a önkormányzati épületet meg kell csinálnunk lent a idősek napközött, tehát a fogorvosi rendelővel. Az iskola annak ellenére, hogy nem a miénk, de amikor még beadtuk az iskolát, akkor még a miénk volt. Tehát akkor ugye a tavalyi évben kellett átadnunk az iskolát az államnak, de ettől függetlenül az iskola fűtés korszerűsítése van bent, ugye a külső szigetelés nyilvánzárócsere megtörtént. A kazánház, a kazának teljes és a fűtési rendszer szabályozhatósága, ami alapjában véve egy 40%-os energiamegtakarítást jelentene a iskola esetében. Aztán ugye szeretnénk a orvosi rendelőt beletenni ebbe az energetikai pályázatba, tehát ez a célunk. Ezt is szeretnénk indítani, egy a kérdés, hogyha az önkormányzat épületet felújítjuk, akkor addig hova mennek a dolgozók, vagy hogy tudjuk ezt logisztikailag megoldani. Egy pályázatunk, vagy a következő pályázat az a család és gyermekjóléti központ kialakítása,
amire ma kötöttük meg a szerződést a kivitelezésre, a közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, nettó 61 millió forintos beruházási költséggel egy új épület szárny épül a járási hivatal belső udvarában, egy több mint 250 négyzetméteres épület, ami irodákkal, részben előadóteremmel, tehát ez a család és gyermekületi központnak a fejlesztésére irányul. Ennek a kivitelezése a hetekben el fog indulni. Ez kétszer jutott ki közbeszerzésre, hát a második lett eredményes, mivel az első időszakban vissza kellett vonni, illetve hát az ajánlattevők sem igazából ugráltak itt egy közel 60 milliós beruházásért. Ezen kívül van, nyertünk pályázatot a TTIP betonüzemünknek a fejlesztésére, annak a teljes felújítására 150 millió forintot, ez azt jelenti, hogy annak is készen vannak a tervei, annak a palatetőre egy teljesen új tetőszerkezet kerül, egy 50 kW-os kis erőmű, tehát ami a villamosenergia ellátást fogja biztosítani az üzemnek, egy kis erőmű kerül fel a tetőkre, teljes szociális blokkfelújítások valósulnak meg, új tető, padozat, nyilázárok, a csarnokajtók, a padozatok, tehát, illetve hát ennek van energetikai fejlesztése is, tehát a napeleme kívül még egyéb fejlesztések is vannak a betonüzemben. Most még akkor, hogy milyen számok vannak. Pontfoglalkoztatás, paktumos pályázatok, ezt is olvastam az újságban. 99 millió forinttal. Na most hát ebből a két városának nem 99 millió forint, van csupán csak pár tíz, tehát 20 millió, 28 millió forint körül. Mert ez a kormányhivatallal közösen valósul meg. Minden járásba ki kellett írni, kiírták ezt a pályázatot, kötelező volt beadnunk. Ez a munkához való hozzájutást próbálná segíteni azoknak a hátrányos helyzetű személyeknek, ügyes gyedő, visszatérőek, 50 év felettiek, pályakezdők. Tehát ez egy az egyben a kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya koordinálja. Nekünk itt bizonyos indikátor számokat kell hozni, tehát az van, amit ők mondanak, tehát képzéseket ők csinálják, tehát a esetleges álláskeresőknek a átképzését ők koordinálják, ők is folytatják le. Tehát ez azt gondolom, hogy ez alapta nem a mi tételünkön az ügyén, az, hogy mi adtuk be a pályázatot. Ebben a pályázatban partner a Máltai Szeretetszolgálat, partner a Győr-Moson-Sopron kormányhivatal, a megyei önkormányzat, és partnerek vagyunk mi. Ettől függetlenül várjuk ebben a pályázathoz azokat az esetleg állás nélkül lévő embereket, akik szívesen átképeztetnék magukat, mert erre is van lehetőség. Várjuk azokat, akik esetleg kezdjedől nincs munkájuk, és szeretnének elhelyezkedni. Várjuk esetleg a pályakezdő fiatalokat, meg minden olyan szemét, akinek nincs munkája. Egyre kevesebb lesz, tehát aki ha dolgozni akar, az tud, vagy tudhatna. Jó, ugye egészségi állapot és egyéb körülmények azért befolyásolják. Tehát az, aki mondjuk két-három gyermekkel van, azt nehezen tudom elképzelni, hogy reggel elmegy 6 órakor győrbe dolgozni, és a gyerekeknek mondjuk nem tudom, hogy kiviszi a robodába. Tehát azért vannak ilyen személyes nehézségek egy fiatal családban, ahol egy vagy két gyermek van, és ezt nehezen tudják megoldani, ha nincsenek szülők. Ami még pályázat szempontjából, hát volt egy pályázatunk, és úgy gondoltuk részben saját magunk, lehet, hogy látták. Én úgy gondolom, hogy elég szépre, nem elég, hanem szépre, illetve megnyerő környezettel sikerült megvalósítanunk az 56-os emlékparkot. Ugye a közvilágítását azt még decemberben tudtuk bekapcsolni, mert ez is az E.ON-nál nem volt olyan egyszerű, tehát ez is egy fél évet vett igénybe. De ha valaki látta ezt a parkot, saját magunk készítettünk ugye piros-fehér zöld térkövet, a Jánosnak köszönjük, hogy nagyon szép kopjafákat faragott, megmaradt a régi kopjafa, és ahhoz kettő plusz
készített a János nagyon szép motivumokkal, de a környezete is, a padokkal, mindennel együtt nagyon, nagyon kedvező. Van egy olyan park, vagy egy olyan hely, ahol akár kisgyermekekkel le lehet ülni, mert ott van a játszótér. Ezt szeretnénk fejleszteni, és van bent egy első világháborús pályázatunk. Szeretnénk ide az 56-os parkhoz a játszótér hátsó részére egy első világháborús emlékművet elállítani, ahol az első világháborúval elhunyt hősi halálkal képieket szeretnénk majd az emlékműre felrajzoltatni, illetve feliratni. Ugye az evangélikus templomban is van, megvan ez a márványtábla, és összeszednénk azokat a hősi halálkalt képieket, akikre itt tudnánk esetleg majd emlékezni. Hát ez a pályázatunk bent van, bízok abban, hogy talán ez is pozitív elvirálásra. Ami nyert pályázatunk és elindult, az egy nagyon szép neve van, ez egy epokos pályázat, humán szolgáltatások fejlesztése a hátrányos helyzetű téti járásban. Ha kiírták ezt a pályázatot, gondoltuk, hogy miért nem próbálkozunk vele. Konzorciumba mentünk az 5 településsel, Rába, Szemmián, Csécsen, Kisbabot, Mérges és Téta, Gesztor, mi lehetünk. Hát erre nyertünk szépen pénzt. Rendezvényszervezésekre, szintén hátrányos helyzetű dolgokra, most mondhatják nekem, erre írták ki, erre adtuk be, de ennek lesz eredménye, mert úgy gondoltuk, hogy azokat a rendezvényeket, amik különben is megvalósulnak ezeken a településeken, azt egy kicsit felturboznánk, egy kicsit kiterjesztenénk, tehát mind a kultúra, mind a sport területén ebben vannak bizonyos fejlesztések is, tartalmaz például ez egy olyan kisebb összeget, ami a kultúrháznak, ennek a padozatnak az első részének a felújítását, a színpad felújítását tartalmazza, a sportpályán egy tengó és egy kosárlabda mobil pályák kiépítését, de tartalmaz bent olyan közösségi padokat, virágládákat, egyéb fejlesztéseket is, amik a település fejlődése érdekében megvalósulhatnak. Láttak már ilyen információs táblát, fogunk ebből többet csinálni ezeket, mi csináltuk ezeket a fatáblákat, csináltunk már szemeteseket is, faszemeteseket, amik ehhez illenek, ezt saját magunk a mi közfoglalkoztatóink készítették. Készen van belőle 15, ezeket ki fogjuk helyezni most a tavaszi időszak folyamán, illetve ezekből az információs táblából is többet fogunk még kihelyezni, illetve padokat, virágtartókat, egyebeket. Tehát ez egy 2 éves pályázat lesz, ennek vannak szűrővizsgálatai, tehát az egészségházzal, sok olyan prevenciós és egyéb feladat, az iskolával együtt, bűnmegelőzés, közlekedésbiztonság, számos olyan iskolával, óvodával partnerek vagyunk ebben a pályázatban, és természetesen 5 település, és minden településen egy csomó programot kell megvalósítanunk. Tehát ez főként program szervezésre és olyan rendezvényekre szól, ahol szeretnénk megszólítani a lakosságot, bevonni dolgokba, és egyéb oktatás keretében tájékoztatást adni, vagy egyszerűen csak aktiválni a lakosságot. Fejlesztésekről, tehát most én felírtam ide magamnak olyan dolgokat, amik talán már biztos, hogy megvalósulnak, a többi az, most beszéletek róla, hogy hónap azt mondják, hogy hát hónap után számunk írják, hát ez még nincs meg. Látták, hogy a házasságkötő termünket ugye értékesítettük. Testvéri döntést hoztunk, a házasságkötő termet benyújtottuk energetikai pályázatra. Ugyanebben, mint a önkormányzati épületet, az iskolát és az idősoknál, ennek része volt a házasságkötő terem is. Az energetikai tanulmány elkészítéséhez építészeti feltárásokat is kellett végezni, statikai vizsgálatot, és hát sajnos olyan állapotot tapasztaltunk, hogy a Gyömörei út felül részen ugye látszik, hogy teljes nyilázárok vannak, hogy olyan szerkezeti károsodások vannak a
a vasbeton szerkezetben, amikor azt mondták a statikusok, hogy el kell gondolkodni, hogy most ezt lebontjuk egy, vagy azt félig visszabontjuk és újra betonozzuk azokat a részeket új vasbeton szerkezettel, és akkor számoltak rá ilyen 100 milliós nagyságrendű dolgot nekünk első körben. És hát akkor azt döntöttük, hogy szeretnénk a tét városvérzőnek szempontjából megkeresett a Hora Kft., akinek a szomszédban volt tulajdonos a régi lemezgyár, az ő tulajdona, és hát ő azt mondta, hogy akkor ide erre a terület részre közösen próbáljunk, vagy tegyünk olyan lépéseket, ami esetleg a városi az szempontjából egy szép közösségi és lakóépület valósulhatna meg. És akkor azt döntöttük, hogy elindulunk ebbe az irányba. Egy zökkenő van, ugye a mentőállomás kérdése. Eredetileg úgy terveztük, hogy a két részletben valósulna meg a beruházás, ezt szerette volna meg a beruházó, és a mentőállomás maradt volna, a második ütemben a mentőállomás, ha megtaláljuk a helyét a mentőszolgálattal közösen, akkor kiköltöznek oda. Ugye előzetes tárgyalásokat folytatunk már a mentőszolgálattal a mentőállomás elhelyezésére vonatkozóan, több alternatíva felmerül, gyógyítóház, aztán lent volt a gyermekorvosi rendelő, aztán a végén a kórházzal közösen van a kórház mellett, ahol a régi mentőállomás visszakerülne a mentőállomás a régi helyére, ahol régen volt. Ugye ott mellette épült egy új 110 négyzetméteres épület, ez a védett szálló épület, ami a kórház tulajdona, a kórház kezelésében van a magyar állam tulajdona. Ezt megnéztük a mentőszolgálattal, és azt mondták, hogy számunkra megfelelő lenne, kisebb-nagyobb átalakításokkal. Egy az, hogy mivel magyar állam tulajdon és a mentőszolgálatnak ugye ezek az épületek nem tulajdoni, legalább lenne egy saját tulajdonú ingatlana, a kórház vezetésével tárgyalásokat folytattunk közösen, a kórháznak erre nincs szükség erre az épületre, 10 éve üresen áll. Azóta fűtik, tehát 10 éve ez az épület, ez nem volt ember. Tehát bementünk megnézni, hát az udvarban nem tudtunk bemenni, mert már olyan bocsapák nőttek, hogy a megközelítésre volt egyszerű, és egy összkomfortos, tehát egy 1990-ben épült, nagyon jó állapot épület. Jobb állapotban van, mint a mentőállomás, és a mentőállomásnak is statikai problémái vannak, főként a lemezárt felőli oldalon, tehát olyan repedések vannak a falon, amik ők is már gondolkodtak az, hogy mit utána csinálni vele. És akkor, hát ugye az egyik gond, hogy a dolgozók elhelyezésének a körülményei abszolút rendben vannak, a garázsok. Hát ugye, sajnos ezekkel a garázsokkal az új mentőautók nem férnek. Amik ott vannak garázsok, készen vannak, csak úgy gondoltuk, be kell állni. Hát nem férnek be azon az ajtón, meg ugye ezek a mentőautók most már 270 magasak, az új Mercedesek még magasabbak lesznek, szélesek is. A garázs kell úgy átalakítani, hogy a mentőautó be tudjon menni, legalább az egyik, a másiknak pedig egy mobil mentőgarázs. Tehát azt gondoljuk, hogy aki volt esetleg a mentőállomás épületében, a mentőszolgálata közösen, hogy talán még kultúráltabb elhelyezést kaphatnának itt a dolgozók, és a garázsokkal együtt, tehát az egyik kiszolgáló helyiség is adottak lennének a dolgozókkal. Tehát itt, ami a fejlesztésnek ezt a részét érinti. Ezzel kapcsolatban volt lakossági tájékoztató több is, volt a befektető is itt, ő szeretne még ebben az évben elindítani a lakásépítést, még ebben az évben szeretné befejezni is. Tehát már történtek lakásértékesítések, történtek üzletértékesítések, a földszinten üzletek lennének, az első emeleten irodák, lakások, tehát egy több funkciós épület együttes alakul ki. És megítélésem szerint, tehát szakmailag egy jól kinéző épület együttes valósulhat meg, ami talán egy kis a tétvárosnak a első lökését adhatja itt a fejlesztés során. A házasságkötő termet azt visszahozzuk az önkormányzathoz átmenetileg, de ugye a házasságkötő, új házasságkötőt terveztünk már régen a városközpontban, a régi iskola helyén, oda vinnénk a könyvtárat, tehát ott egy központi tér alakulnak ki, az iskolának a hátsó részét lebontanánk, és ez az elalak megmaradna,
oda kerülne egy új házasságkötő, tehát felújítanánk úgy az iskolát abban az eredeti állapotban, ahol 1900-as évek elején volt, tehát azzal a villázáró kiosztással, amikor ez még királyi állásbíróság épülete volt, tehát egy ilyen szép régi épület típus szeretnénk ott kialakítani főtér gyanánt, tehát közösségi részekkel. A régi iskolakonyhában folyamatban van egy legfárkőző, meg egy gyümölcsfeldolgozó kialakítás, ami egy manufaktúra, és azt gondolnánk, hogy ez egy ilyen látványos üzem is lehetne. Ugye az idén szedtünk először teketeri vízit, már teketeri vízi legfát csináltunk, szeretnénk ivólevet, zsemet, egyéb dolgokat, illetve aszalni, hát ehhez a berendezéseket megvásároltuk. Az üzemnek a engedélyeztetése van folyamatban, tehát az IMTS-nél, illetve az Élelmiszerbiztonság hatóságnál. Terveink készen vannak, tehát azok az üzemi előírások, amiket itt megkövetelnek, azok folyamatban vannak. Bágyak, álmok, de itt vannak a napjainkban, és naponta foglalkoznunk kell vele. Tanúszoda. Ugye mindenki már a könyökéjünk imád, szerintem a képviselő is 8-szor elmondta az újságban lényeg, hogy héten tanúszoda van, ugye? Már szerintem valaki már uszott is be. Vagy, de ezt még lehet, az is elég, hogy még az alapkövét is letesszük majd. De ezt a Nemzeti Sportközpont felügyeli, van egy kormányhatározat, hogy a téten, Csornán, Kapuváron és az ország többi területén 24 helyén járási tanúszodát kell építeni. Igen ám, csak először meg kell keresni az állhelyet, ahol 6000 négyzetméter olyan összközműes telket találunk, aminek a ivóvíz, aminek a vízellátása, a csatornázása megkövetelnek a műszaki panel, hogy ilyen nincs téten. Ezért elkezdtünk gondolkodni, és a téti sportpályán, a pályaterületén megosztottunk a pályából, nem a pályából, hanem az ott lévő szabad területekből, önálló helyrezi szám, ilyen 5000-6000 négyzetméteres területeket, és teljesen új megközelítés lenne ennek a szabadidős központnak, mert egy szabadidő központ alakulnak ki. A Móricz-Lay útról ugye van egy földút, az teljesen kiépülne az az út, és összeköttetése kerülne a Karsai utcában. Ugye, ez egy teljesen új út lenne, mert ide fogjuk, szeretnénk elhelyezni a tanúszodát, ide szeretnénk elhelyezni a városi sportcsarnokot, ide kerülne a járási termelői piac, és megmaradnának azok a zöld területek a két sportpályával, tehát az utánpótlás nagypályával. Ide fog kerülni egy tengópálya, itt van már ugye egy röplabdapálya, tehát szeretnénk ide egy olyan rendezvény helyszínt kialakítani, ami alkalmas lenne arra, hogy fiatalok, idősek, kulturáltan tudnának szórakozni, kikapcsolódni, sportolni a tanúszodához. Az elmúlt évben 4-szer voltam Budapesten tanúszoda ügyben, nemzeti sportközpontoknál, ők azt mondták, minden finanszírozzák a uszodát, de ők közműfejlesztés nem. Mindenhol azt követeljük meg a településektől, hogy vigyék oda a közműre. Na most, hát ennek az uszodának ennek vannak olyan vízigényei, meg olyan szennyvíz levezető csatorna igénye, ami nem egyszerű. Egyet a panonvízzel elkezdtünk tárgyalni. A panonvíz nagyon nagy segítséget tud ebben adni, nagyon jó partner. Te ingyen megtervezheti a tanúszodának is, illetve ennek a területnek a közművesítését, ami vízcsatornát illeti, de ez csak úgy tudja, hogy új csatornaházatot kell képíteni a Karsai utcai nagy szennyvíz átemelőtől, csak úgy tudja megoldani. Ők vállalják ennek a költségeit, aztán a kivitelezési költségeiben is azt mondták, hogy majd amikor megvannak a tervek, most már tervezik a vízjogi engedély szempontjából a vízcsatornát, meglátjuk, hogy mennyi lenne ennek a víz és csatorna építése, de ebben is partnerok. Aztán ugye a városi sportcsarnok. Jogerős engedéllyel rendelkezünk, a Kosárlabda Szövetséggel közösen szeretnénk egy városi sportcsarnokot megépíteni. Azzal a mintára, mint amit Fertőszentmiklóson van, vagy Fertődön most épült egy ilyen csarnok,
illetve Győrben a Széchenyi Egyetem csarnoka hasonló. Egy multifunkcionális épület lenne, ami nem csak sporta, hanem kulturálatát, a padozata olyan mértékben megóvható, hogy azon bármilyen esetleg akármely pályi és egyéb rendezvényeket is lehetne tartani. De ez a Koszárnyi Szövetséggel most van folyamatban, ez egy kicsit hosszabb folyamat. Ez jogerős engedéllyel rendelkezik, a kiviteli tervek most készülnek. A Kosárlabda Szövetség ugye az, aki finanszírozza a 70%-ot, illetve hát mi azt vállaltuk, hogy 3 év alatt évi 20-20 millió forinttal hozzájárulunk ehhez a városi sportcsarnok építéshez. Ennek a költségvetése az 800 millió forint lenne, mai viszonyok között. Beszéltem járási termelői piacról, szintén ott szeretnénk megvalósítani. Pályázatunkban ment lépés pályázat, pavilonépületekkel, szociális blokkokkal, tehát ahhoz, hogy esetleg vissza tudjuk hozni a régi kiosznak a hangulatát, vonzerejét, tehát ebben gondolkodunk. Aztán van a legnagyobb szívfájdalom, a művelődési háznak a részbeni felújítását, vagy korszerűsítésére 2 pályázatot nyújtottunk be, egyik sem. Inkább adtak volna másra, vagy már ne adtak volna másra, inkább adtak volna erre pénzt. Sajnos ezt elősítve, ez egy 60 milliós pályázata volt, de az, hogy a nyilázárokat ki tudjuk cserélni, és a homlokzati sziketelést, a tetőt azt külön gondoltuk volna, mert a tetőre nem lehetett, hogy ez is sok energia korszerűsítése, tehát ezt sajnos nem támogatták. Még ebben az EFOP-os, ami az 5 önkormányzattal közösen lévő pályázatunkban van benne kemence, ugye itt már a Magdéka beszélgettünk, hogy milyen jó volna lent a pályán, meg Pinonka nénivel, mikor a rétes sütjük a városnapon. Tehát most biztos, hogy a városnapra el fog készülni a közösségi kemence, fa pavilonokkal együtt, és szintén az ebben a közös 5 önkormányzattal lévő pályázatban van benne, már a kemence építővel már felvettük a kapcsolatot, illetve már az árajánlat kérdése vagy a tervezés során is. Amit még itt nem kívánok beszélni, vagy ha gondolják, majd ránkérdezik, hogy 83-as elkerülőről, jó? Megy a maga módján, reméljük, hogy előbb-utóbb lesz belőle valami. Azt tudjuk ugye, hogy a 83-asra nagy szükség van. Azt gondolom, hogyha itt a csatározásokban csak az ütemet nézzük, ugye most megjelentek újabb cikkek ezzel kapcsolatban, hogy lehet, hogy csak Győr és Tét között valósul meg az első szakasz, és a második majd Tét és Pápa között. Azt gondolom, hogy a pápaiak ezt biztos nem fogják annyiba hagyni. A 83-as tervezésével, engedélyeztetése során minden hónapban Pesten voltunk a környező település polgármesterekkel. Ott Pápa mindig nagyon keményen képviseltette magát, és nem csak polgármester szinte, hanem a államtitkári szinte. Tehát a Kovács Zoltán az minden megbeszélés ott volt a fejlesztési minisztériumban, illetve a tervezőknél. Megkerülés szempontjából, uniós beruházás szempontjából a két pápai szakasznak a megkerülése nem fér bele az uniós eljárásba. Én azt gondolom, hogy ez az ország már másra is fizetett ki ennél több pénzt, mint azt a 20 milliárd forintot, ami a Tét és Pápa közti szakasznak a megvalósítását igényelni. De mondom, kiviteli tervek készülnek, láttak már méréseket, láttak már furásokat. Bizalom, hogy a Tét két lehajtó van tervező, ugye egy Tét után a nagy kanyarban, ott lesz egy lehajtó, tehát a új nyolcvárosról le lehet jönni, a régi nyolcvárosról le lehet jönni arról az oldalról, és a Gyömeré úton lesz egy új csomópont. Az a csomópontból az nem hozza be a forgalmat a Gyömeré útra, a Gyömeré utca Zsák utca lesz, egy új út kerül kivezetésre, ahol a gyömerei tiesztelep és a milyen ház van ott? A kanótház közt jön el pont az új nyomvonal, onnét egy új út kerül kivezetésre a Szennyisztelepi útra, ide a 83-ashoz. Egy teljesen új kétsávos út, kijön a Szennyisztelep mellett, és ezáltal a Gyömerei út kizárólag kerékpáros módon közelíthető meg, illetve el lehet odáig menni, de ugye a Felpici út is megszűnik, a Felpici út és a nem lesz átvezetés az új 83-asra, hanem a Felpici út a gyömerei csomópontban egy új út kerül képítésre, párhuzamosan az új 83-assal.
Ezek a labdák, ezek a fejlesztési minisztériumnál vannak. De mondom, biztos, hogy a zöld utat fog kapni a beruházás, és el fognak kezdeni a kisajátítási eljárások. Már 2018-ban, mert erre az előkészítettek a összegrendelkezésre állnak a kormánynak, tehát a 18 milliárdot tűntetek el erre, ebből mennek a tervezések, kiviteli tervek, kisajátítások és a régészeti eljárások. Ugye már bearangozták ennek a része a két turbos körforgalom Győrnél. Most még épül egy ott a volt Rikkónál, és ez folytatódna. Problémák. Közmunkaprogramunkban megpróbáltunk megcsinálni egy betonüzemet. Hát azt gondoltuk, hogy ha mi veszünk egy gépet, akkor olyan egyszerű, ezt folyamatosan próbáljuk fejleszteni, de azt gondolom, hogy olyan mértékű gép fejlesztés szükséges, és ezt elkezdtük, ugye az épület felújítása mellett, amire külön adtunk be egy belügyminisztérium egy pályázatot, vásároltunk egy új gépet, amit automatizálunk, tehát szeretnénk a gyártási folyamatot teljesen automatizálni, ahhoz, hogy a térköveink értékesítését piaci formában meg tudjuk valósítani, mivel most saját magunknak állítunk elő térköveket, ezért a kereskedelmi forgalomhoz szükséges CE minősítést ugye nem kértük meg, de ahhoz, hogy ezt meg lehessen kérni, az olyan gyártási technológiát kell megvalósítani, ami kiköszöböli az emberi dolgokat, vagy minimálisra csökkenti az emberi hivatényezőket. Látták már, felállítottunk egy szemencsírót, megvásároltuk az új betonkeverőt, egy automata keverőt, hát fejlesztjük, bízunk benne, hogy februárban elindulhat a próbagyártás. Hát ott is nehézségbe adottunk, ugye nem elég a 3x63 amper, 3x80 ampert kötöttünk most be az üzemben. Van egy fekete elvízlésünk, tehát ami közel most már 5,5 hektáron van, tavaly évben szedtünk először belőle, kézzel több mint 10 tonnát, 11 ezer kilót, de eljutottunk odáig, hogy ugye folyamatosan fejlesztjük a területet, és most már 5,5 hektárnál tartunk, tavaly évben 2,5 hektárról szedtünk először, most már kezd a többi is termőre fordulni, kézzel nem fogjuk tudni leszedni. Ugye ismerős, mindenkinek volt fekete vízlés, gondolom, vagy. Hát azért látjuk, hogy... Tehát egy rivizék kombányt szeretnénk vásárolni, na de hát néztünk. Ilyen 50 millió dologról beszélt. Hát most lengyelektől próbálunk egy ilyen, nem egy gépet, ami félsoros gépszedő, ami esetleg árérték arányban megfelelő lenne. Most voltunk a vásáron, amit múlt héten néztünk. Tehát a lengyeleknél ennek nagy hagyománya van. Tehát mondom, egy új önjáró rivizli kombány 50 milliónál kezdődik, egy vontatott is 20 millió forint. Én szeretném, ha elmondhatnám azokat a problémákat, amiket engem nagyon zavar. Kezdem a szelektív hulladékgyűjtő. Ilyen uralkodó helyzet. Azt ne gondolják emberek, hogy nekünk az a dolgunk az önkormányzatnak, annak a négy dolgozónak, akik föntül a traktoron, hogy hétfő pénteken más szemetét szedjük össze, mert lusta arra, hogy vagy beledobja, de ha már tele van, akkor legalább ne dobja oda le. Akkor vigye vissza. Én is visszaviszem. Néha, mert ha még csak a szelektív hulladékot helyeznénk ki oda, vagy dobjuk le. De ott háztartási hulladék, ott találunk nyugágyon, találunk döglött macskán, bocsánat, minden. Tehát a kóbolt az minden reggel fönt a Pisti, minden hétfő reggel majdnem telefonál, menjünk oda, mert ilyen és ilyen állapotok van. Bekamerázzuk a szelektív hulladékgyűjtőket. A kóboltnál láttuk, hogy milyen világ volt ott. Most áthelyeztük ide az édászhoz, letérköveztük neki szépen, most lemurvázzuk még, mert eléggé nehéz volt ugye most ebben az esős időben bemenni. De gondolom kulturál lesz. De már ott is megjelentek azok a notorikus, nem tudom, szemet, vagy szemétbordók, vagy szemétgyűjtők, akiknek aztán teljesen mindegy. Még szerencsé, hogy minden nap ott vagyunk, tehát ott vannak az emberek, és akkor azt megpróbáljuk azért orvosolni. De én mondom, aki, és vannak felvételeink, több feljelentést tettünk már a járási hivatalba, ugye hát ezek meg úgy mennek, mint ahogy általában, tehát ha
idegenek száma autódobja, aki szórja le. Győrhöz tartjuk, aki járja Győrbe, a győri járási hivatalba, jegyzőkönyvezni, meg tanúzni, meg egyéb dolgokra, de most már elmegy helyettem a mezőről, úgyhogy ezt már kiküszöböltük, de mondom, nem lesz pardon senkinek. Mert szerintem elértük a Győrszónál azt, hogy egy plusz műanyagost hoztak. De az nem állapot, hogy mindenbe hozzunk hármat. De mondom, nem is szeretjük hulladékot rakni, hanem mindenkinek. És látják, hogy hétfőn mindig megvan bizonyos kitakarítva. Hétfőn és pénteken mindig elhordjuk onnét. És azt nekünk el kell hordani, és ki kell fizetnünk, mert van egy konténerünk, amit konténerén még fizetnünk kell. Hogy elviszünk. És akkor a űrjegy. Nem tudom mit. Tehát ez az űrjegyi településhez egy ilyen lőforos hordóra használtam. Tehát onnét, amennyi gyerek jár most már óvodába, iskolába, amilyen családok költöztek ki oda. Sajnos megértem a helyzetüket, tehát hogy általános helyzet. De az, hogy valaki általános helyzetű, még viselkedni, vagy beilleszkedni, még bele. Én nem vagyok, tehát empatikus vagyok, vagy humán érzékű, de sokszor már nagyon bele van az ember hócipője. Az, hogy a rendőrség nincs olyan hétvége van, azért keresem, mert ez vagy az, látjuk a polgárőrség autójátán. Ott is, hál' Isten, elég gyorsan lezajlott a bírósági tárgyalás, tehát az ítélet is megszületett egy héten belül. De az vagyok, úgy gondolom, hogy már nem fogunk finanszírozni ürgentesen. Az utat sem fogunk megcsinálni. Nem, tehát igaz, hogy ma kiment a kéder, mert ma már úgy felszáradt, itt ültük. De az is, tehát egy nap a gréder, az körülbelül 60 liter gáz alatt. Tehát azt, és most nincs itt senki, de azt mondom inkább, akkor fel valamilyen szinten elvásárolni vagy az ingatlant és hogy megakadják, mert sajnos ebből emberek, családok, azt mondom és megmondom a szemébe is, hogy felvásárolja azért, hogy kiadja, nem fizet utána semmit, vagy bérbe veszi, és oda költözett családokat. Majd pont annak az embernek fogják kilopni a szemét, aki ezeket a szegény, szerencsétlen embereket oda költözteti. Egy szoba konyhába, vagy még konyhába sem. Se víz, semmi. A családvédelmi központtal, meg a szakszolgálattal most már az van, hogy igenis megnézik, hogy a gyermek az ahhozható-e. Mert nincsenek meg gyermek neveltetési ez a megfelelődő. És mondom, ezt azok idézték elő, azok a személyek, akik először kiköltöztek Ürgeibe, és fölvásárolták azzal a célra az ingatlanokat, hogy pénzért, és nem is kevés pénzért, mert egy szoba konyháért azt hallani, hogy 40-50 ezer forint bérleti díjakat kérnek. És azok, akik Ürgeibe élnek. És az magyaráz nekem, vagy bocsánat, nem akarok személyeskedni, hogy milyenek az utak. Hát kérem szépen, én jártam nyakba az ügyen 1530 évben, amikor csak a gazdák voltak ott, nem? Meg egy-két olyan ember lakott ott, aki tényleg jó érzésű, figyelte a szomszédot. Soha nem volt gond az úttal. Vagy ha gond volt, akkor azért mindig is meg lehetett csinálni. És most már egyben. Én nem mondtam senkinek, hogy költözöm oda. Külterületi utakra minden évben egy csomót, és a gazdáknak is mondom. Az, hogy a földtulajdonosra kivetettük a, ugye van a mezőri szolgálat, azt mondom, nagy szükség van rá. De a nagyon kevés pénz folyt be belőle magából a kivetésből, de hogy minden évben most is elindultunk a külterületi utakra, egyedi a cupi az, akinek a traktorján sokat még segíteni, de minden évben a külterületi utakra. Most a faki termelők teljesen tökvetették a Ürgeegy úton, a Pókfár iskolánál, illetve befele menő utat. Tehát olyan gödrök vannak, hogy ott most szeretnénk
fát kivágni, és hiszen nem lehet kihozni az erdőből a fát, mert méteres kártyúk lettek. Úgyhogy adóbevételei, hát ugye az adóbevételek alakulása, hát iparüzési adóbevételünk van, ugye tavaly 106 millióval terveztünk, nem jött be 106 millió, 103 millió, idén 110 millióval tervezünk. Főként abban bízunk, hogy azok az ideglenes vállalkozások, akik megindulnak a 8 város építésével kapcsolatban, ugye nekik is kell ideglenes, ha fél évig vannak itt, fél év után teljes iparüzési adót kell fizetniük rá. Azok a beruházó cégek, és ugye tapasztalat, akik a 85-ösnél, illetve ezeknél az utak mellé települések voltak, hogy iparüzési adó bevételben elég szép bevételt produkáltak maga az útépítésből. Azt mondják, hogy az útépítés a belterületi utakra is hatással volt negatívan, tehát hogy elég jól tönkre vágták, de mindenki bízunk ebben. Tehát a 2018 évben gépjárműadók. Azt tudni kell, hogy a gépjárműadók velünk beszedetik. 60%-át elviszik, a 40%-a itt maradt át. Tömében ennek az adminisztráció, ennek a kipostázása, beszedése, akkor behajtása, tehát sokszor nagyon mizéria van, mint a beszedett össze. Ami még itt esetleg a elmúlt időszakról szólt, tehát mondom, a beruházásokkal és a fejlesztésekkel kapcsolatban azt látom, csak akkor lehetünk boldog, amit már átadtunk. Tehát annak nincs értelme, hogy most naponta kiállnánk ezt az újságra, elmondnánk, hogy mennyi pénzt nyertünk aztán. Vagy ez vele valami, vagy nem. Mert eljutottunk odaig, amit 2015-ben benyújtottunk pályázatokat sajnos, azzal a költségvetéssel, abból a költségvetési összegből 2018-ban nem lehet megvalósítani. Olyan áremelkedések voltak, építőanyag, alapanyagban, szigetelőben, meg munkabérben is. Tehát a építési vállalkozók most eléggé nyerekben érzik magukat, lassan nem találni olyan normális kivitelezőt, akivel meg lehetne valamit normálisan építeni. Ez a családi gyermekjogi központhoz körülbelül 10 céget föl kell hívni, hogy egyáltalán kiküldessük nekik az ajánlatot, hogy a közbeszerzésére ki lehessen küldni az ajánlatot, és foglalkozzon vele. 6-ból 2 cég adott a pályázatot, 6-ból 2. És környező cégek, tehát nem Budapest, nem mentünk el ilyen, mind Győri, akik Győrben házakat építenek, kisebb-nagyobb cégeket. Tehát a gondunk az lesz, hogy ezekhez a pályázatokhoz komolyan a zsebünkbe kell nyúlni ahhoz, hogy esetleg befejezzük. Csak nem messze menni, tehát a kerékpárútnál a 6 oszlop helyett 12 kiváltása, az plusz 8 millió forint. Aztán nem tudom mit csinálni, mert az E.ON olyan helyzetben van, ugye ezek 22 kW-os oszlopok és rajt van minden. Tehát főként ezt a szakaszt érinti, innét a Benedek kocsmától felfele, ezeket a részeket, ezeken mind 20 kW-os vezetékek vannak. Van rajta matáknál, van rajta gyenge áram, egyéb vezetékek. Tehát E.ON-nal fogunk tudni mit kezdeni, tehát majd ő fogja elmenni, fogja kiváltani. Költségvetése. Azt gondolom, hogy a költségvetésünk irányzani, és a költségvetésünk ugye általában éves szinten 600 valány millió volt a tavalyi évben. A pályázatok miatt ugye most a költségvetés főszegei, ha nézzük, akkor 1.422.110.053 forinttal rendezik. Ez azt jelenti, hogy a pályázatok, ezek a pályázatok, amiket felsoroltam, tehát a kerékpár 181 millió forint, a betonüzem 156 millió forint, a önkormányzati épületek energia 141 millió forint, a család és gyermekjogi központ 66 millió, amit már megvalósult, 5 millió volt a büszkeségpont. Tehát ezek övelik a költségvetéseknek a bevételi és a kiadási oldalait is. Öröm. Akkor lennék boldog, ha mondjuk 2 milliárdos összeggel terveznénk ezek alapján a költségvetésünket, és belefélne egy új művelődési ház.
Mert ezt nem tudom, hogy az elmét mit kezdjünk. Összintetem. Ezzel az épület attól félek, hogy összeborul. Hát ez így van gerendázva, ilyen hosszú fagerendákkal, ugye ismerős, hogy nagyon sokáig beázott, ugye nem foglalkozott vele nagyon senki. Voltak olyan négyzetméter területek, amikor nem volt cseré. Lehet, hogy egy idő után előjönnek azok a dolgok, de látjuk ott a hátsó falon, ahol a gyerektető és a lakos tető csatlakozik, tehát ott a dilatációnál. De valamit kell vele kezdeni, mert mégis itt éljük az életünket. A házasságkötőből visszahozunk a székeket, ezeket az első sorokat kicseréljük odáig a középső átjáróig, legalább a székeket, és megpróbáljuk a padugutatot egy kicsit rendbe tenni, hogy be lehessen jönni. Mert hát azt kellene, mert kilátunk, tehát ezen az ajtókon kilátni. Tehát ha én kilátok, akkor a meleg is ki tud rajta menni biztos, meg az eget is bejön rajta. De úgy volt, hogy azért nem mertünk neki valamit csinálni, mert be volt az a pályázatra. A pályázatnak feltétele, hogy nem lehet megkezdeni, nem lehet csinálni semmit. Azt gondoltuk, írunk majd a kormánynak, a belügyminisztériumnak, hogy életveszélyesség próbálja nyilvánítani, mint a házasságkötő. De nem akarom ezeket a falra festeni, mert tényleg rossz állapotban van. De mégis megvan a valamilyen szinten a hangulata, nem? Vagy a városi sportcsarnok, azt városi sportcsarnoknak a megvalósítását azt 2019 előtt nem látom. Ugye még a Kossuth-Náladó Szövetség összeszedi rá a pénzt, vagyis ugye az akadémia, hál' Isten, hogy győrben akadémia van, nekünk is kosárlabda csapatot kellett, kis gyerekek már kosaraznak itt éten, hála Isten, hogy bizok abból lesz, mert ott abban azért lehet, tehát az egy alkalmas lesz, nem csak sport, alkalmas lesz olyan, mint a egyetemi csarnok. Tehát látjuk, az egyetemi csarnokban van például a média város az egyetemi csarnokban van például. Tehát a burkolatot le lehet fedni olyan kiterített linoleum, ami alkalmasnak teszi, hogy bármilyen rendezvényt meg lehet csinálni. Mobillelátók vannak benne. Tehát ez egy 500 fő elhelyezésére alkalmas. Tehát lelátóval, edzőtermekkel, egyéb termekkel, aulával, egy nagyon szép látvány. Várom a kérdéseket. Itt vannak a testületi tagok, adott, amire még pénzt nyertünk, Szent Istvánot meg kell csinálnunk, elutasított pályázatot megcsináljuk. Nem az a polgármester miatt, de ott a gitnek, ami miatt lett, hanem a legrosszabb utca. Illetve a Karsai utca. Most azonosultam vele, hogy a Karsai utca járdát is meg kell csinálnunk. Úgyhogy ugye az is bent volt ebben a pályázatban. És hát ugye nyertünk rá, évvégén azt mondták, akkor kiosztottak rá 15 millió forintot. Tehát a Szent Istvánnak a aszfaltozása van benne, és a Karsai útnak a Karsai út járda. Kapui tervezik. Ugye, és akkor a Kapuiból, onnét a Lisztendből együtt lehet jönni át erre a... Tehát ez... Mi az az időjárás engedést találunk rá, kivitelezőt megcsináljuk. No, akkor szeretném kérni a észrevételeknél, vagy egyáltalán felvetés, vagy ötletet, vagy a helyi állatot azt nem tudjuk bevezetni. Tehát azt mondom. A városnapon lesz kis vasút, azt mondom azt. Jó, az biztos már. Aki összeszedi a gyerekeket és a felnőtteket egyik településrészről, és az viszi hozzá őket, tehát az most lesz. No. Thank you.
megveti a pincét, akkor őt bejel, ő ott van az állandó lakcíme. Tehát... Ugye 25-6 ember vagy 10 ember, ember igen, hát ez sajnos nem lehet. Ebből mi hatóság és a kormányhivatal sem tudja megakadályozni, és se. Na, mindenki oda. Hát ezt mondtam, hogy ha most kértem a földpad, mivel aki nem mondta ki a zárkerti műveleti ágról a területében, illetve ingyenesen vonatni, ha eladja valaki, akkor ugye kifüggesztése kerül. Ugye esetleg akkor próbálni élni az elővásárlásunkban a kisebb összegnek. Ezek a pincék szerintem kézek, mert vannak ott olyan pincék, amiket mondjuk 5-10 millióért állnak, azok nem, azok azért nem kellnek el, azok most is üresek. Vannak ott nagyon jó állapotú, nagyon jó felszereltségét, ezek ami olyan kuttal, ami házi víz ellátó rendszere, olyan enyésztőgödörrel, ami tényleg megfelel. Azért meg laknak is ott, akik a régiek ott laknak még, hát akiknek van itt ürgeiben, tehát több embernek van itt ürgeiben pincéje. Tudja, hogy ilyen helyet. Főként az a legutolsó előtt. Vállaljuk, hogy még a kármelyet is elmondják. Azt nem, hogy a villany nem volt. Az, ami itt vagy. Ami erősített, hogy vigyünk oda a villany. Te vagy viszünk oda a villany. Na, ez mondom, hogy ez egy jó felvetés, ez a sajnok, de nem tudjuk, mert nem mostani, nem 2018-as vagy 2017-es, ez 2005-től, vagy 2005-től óta. Milyen szép volt, hát az a ismerjük még ott a kiállítunk meg. Hányan éltek ott életterszerűen, kultúrán. Bár aki ezt miattam a problémát, tehát aki valahol látja a problémát. Én látom a problémát, a tárgyat nekem. Tehát te a négysen. Mert mindig abból tudunk egyről a kettőre jutni, ha valaki azt mondja, hogy ez az utca tényleg rossz, látom, de hogy mégis akkor próbálj még vele mit kezdve. Azt látjuk, hogy mi előfeszítést próbálunk járnában. Saját kérkör. És ugye elértük azt, el kell érni, hogy ezeket az embereket folyamatosan kezdjük vagy elvenni és foglalkoztatni, tehát megalapítottunk egy képi szociális szövetkezetet, ahol 6 fő már a szövetkezet dolgozója, tehát a közfoglalkoztatottak közül pályáztunk és részben őket foglalkoztatni kell. Hát ők térköveléssel fognak foglalkozni, tehát a szociális szervezetnek a felépítő térkövelés lesz. Ezt már tanulták is, meg gyakorlatok is van benne. Már végeztek is ilyen munkákat a településen is, az iskolózban is ők kapták egy például, ahol van időben. De segítettek itt, segítettek hozta a 56-os emlékműnél is. Dolgoztunk a szelektívnél is, ott is voltunk, a cím szerintem jól sikerült, ugye a katéknak, mert az ott lakóknak nagy igénye volt, és nagyon rossz volt a busz megálló. Most ki fogunk egy szemetes lakni, amit még el kellene írni, vagy azt a telket megvenni, vagy hogy egy beállót tenni, hogy ténylegesen a fúj esik az eső, mégis minden busz megállóba fogunk kitenni újra új szemeteseket, tehát ezeket a szemeteseket, amiket mi készítettünk. Látom oda, mind a két oldalra kellene egy, vagy egy olyan beállót, ami csak ugye kilóg, de csak fölé lóg és felülről vét oldalról, nem? De már az is valami. Az az utca, tehát azzal a részsel nagyon jól sikerült. Az is. Ha ezt a szabaszt meg tudjuk még csinálni, a kerékpár úttal legalább az innét az önkormányzatig ezt az oldalát, még a kerékpárok a fázas, meg a túlsó oldali járdával, ezt a részt jelzíten szintén rossz a beton is, mert ha innét át egy gyalogos forgalom átjön, akkor ezt be fogjuk tenni. Ugye ennek is megvan a terve, hogy végig a templomtól, vagyis az okmányirodától az irányítékig, a könyvelési irodáig, vagy a festékboltig le lenne fedve az árak, fedése kerül. Ez a közútnál egy külön engedélyeztetés alatt van, de hogy párhuzamos parkolókat, tehát a lefedés
ezen az oldalán nincsen közvilágítás, például. Ez is meg van terjedve, tehát erre, ugye, mert egy olyan kandelláber egységet teszünk, tehát nem magas, hanem azokat a esztétikusabb, csak közvilágítási lámpákat, amik ezt az oldalt megvilágítanak. Mondom, biztos, hogy jó lesz, ha a túlsó felén a kerékpárúton, meg a járdával együtt megvalósítjuk, ott elkészül a buszödölt, azzal a, most már az akkor a paraméteremet előírt a közút, kultúrát és szép lesz, tehát. Mert látjuk, hogy ott parcsolók is lesznek kialakítva, mert a gyógyítóház óriási forgalmat. Ugye ott van a gyógyítóház és az okmányi iroda. Két olyan egység, amivel naponta. Hát egyszerűen délelőtt vagyunk, ha kimegyünk ide a piúca, azt látjuk, hogy jó, bal oldalon végig autók áll. Igen. Majd azt fogtál a cég előtt, szöntjük. Ja, hát igen. Azt hallottam, hogy a temetőnél ki fogják vágni a fákat, igaz? Igen. Nem a temetőnél, a templomnál. Ja. A templomnál. Jó? Arról az jó. Igen, de meg is kérték. Nem a mi tulajdonunk, de ugye az egyház, tehát a egyház között különöm, mert ugye veszélyezteti a templomot. Úgyhogy ha valaki majd fog beírni, hogy nem hívtuk ki az egyház, csak az egyház szólt, hogy mégis tudjunk mi is róla, tehát esetleg valaki majd olvasom valahol, hogy kihozza az ételmény, aki kivág, kiengedte vágni a fákat, azért, mert megvizsgálták a fákat, egy az rossz, és így veszélyezteték tehát az épületet. Az önkormányzatnak a folyás megépíti? Nem, már megbeszéltük, már megkerestek rendeket. Igen. Meg nincs hozzá, mert területen van, tehát magánterületen vagy közül, nem közület. Azok ki lesznek vágva a kerékpárút, ha belesnek. Ha elkezdtük, látta. Azt mondják, hogy vágjuk ki, kivágjuk. Én már mondtam. De figyelj, látod, elkezdtük telepíteni a gömbvárt. Látod, megéletnek, hála Isten, mert sem voltoltuk őket. Tehát azok szépek ezt. Azért abban bíztunk, hogy legalább látják, hogy ez most elkezdve egy kicsit nagyon szép a virágnak. Szép lesz. Aki azt mondja, hogy vágjuk ki, kivált. Csak ugye az a baj, most már le kell kötletni a Zeonnal, ami... Ez a tétel, hogy nem jövünk fölmiratni, nem veszik arra, hogy egyre megvettem az összesetőség is, a fa által, és ha ilyen nagy viharok vannak itt a mi mostanában az oldal, egyszerűen veszélyes annak. Jó, megegyezhetünk abban, hogy azt mondja, hogy előtte hozzá, mert nem, ó, ne vitázunk egymásnak, valaki azt mondja, hogy nem engedem kivágni, hát akkor... Mi akkor is a lányi. Megpróbáljuk a leveleket elmondani. Tehát most minden olyan dolgok, de azt mondod, vágjuk, hogy előtt is... Még a fákat adjuk. Jó? Emlékeznek. Aki mondom, aki a főutcában látom, és ültetünk helyet. Most kérlek, mert elkezdjük a kerékpárúton kivágni, mert akkor kivágjuk, mert így kell szólni az EU-nak, tehát ott is áram korlátozásra fog sor kerülni legalább, amíg le nem tudják addig szedni. Aki kéri, bejön, vagy mondja nekem, azért ki fogjuk vágni, ezzel egy kis főt. Nem azért valahogy most már a járvány is annyira kell nyugva. Igen, persze. Ugye látom, hogy az újakban teljesen lett a járvány. Azért, mert az lesz a következő, hogy ezen az oldal is. Mert az, hogy ott kerül, mert lehet, hogy egy kis saját gondot kérkövetünk, akkor megtudjuk, mert a kerékpárunk előírásai lettek, hogy kerékpárunk csak aszfaltos lehet, két hétegi aszfalt fél a kerékpárunknak, közte erősítő fóliázás, CK-beton kell alá, tehát olyan pályaszerkezetet írnak elő a felhívásban, meg a nyugtatóban, ami közel. De hogy erre csinálni esetleg, ugye elkezdtük a boltnál, a boltnál közösen csináltuk a parkolót. Én szerintem jó lett. Azt a járdát folytatjuk, hogy nem megáll az esőben, bizott egy kicsit ott a első háznál, de saját. És akkor esetleg egy szélesebb járda, ami alkalmas arra, hogy egy nyomvonalas kerékpárt is húzta.
sőt, adokat neki. Adokat neki. Arra várom esetleg a javaslat. Kültéri padot, hova telepítsük. Szép padot. Hova kell, ahol le lehet ülni, ahol esetleg ki egy séta közben meg lehet állni. Javaslat. Virágrát. Például oda fog kellene egy kerék. A kerékpárukhoz fognak, a kerékpárunk mellé fognak kerékpártárolók és kérnőpadok. A maranglámhoz például, ide a gyógyítóházhoz fognak. Erre nyugodtan lehet javaslatot tenni a képviselőknek, akikkel szülőben találkozott, hogy ki hova gondol. Jó, nem az udvarában gondoltam, hogy együtt az udvarában. Például a kicserélni vagy a, ez a katolikus templom, ugye ott is fog majd lenni egy ilyen műhely, de akár a katolikus evangélik, ugye jó. Közút engedni, de a legelső lesz, hogy a katolikus temetőnél. A milyen? A 83-as miatt azt mondja, hogy már nem a közút, mert ott aztán be. Hiába csinálnak ott a közút. Ugye ott a temetőnél okoskodik, hogy nem engedni lentérkébe. Tehát biztosan, hogy a katolikus temetőnél meg fogjuk csinálni legalább innyit a parktól, a bejáratig, de térkébezik és parkolókat megcsinálni. Ha az is gondolkodom, ha megbüntetnek, hanem akkor is megcsinálni. Mert ott nem engedte meg, és szerintetek a normális dolog, hogy a gyömereiban nem engedte úgy kiaszfaltozni a bejáratot, mint hogy a Rákóczi utcában kiaszfaltozni. Ha? Az normális a közút szempontjából, hogy nem engedte. A boltnál, feketén megcsinálni. Meg itt nem engedett. Most kaptam egy levelet, hogy négy évre nézszélesebb aszfaltozunk a evangélik az ajzénél. Ugye van ott, hát ha 6 méter volt a bejárat, az ott azért 4 méter lesz. Ugye most kaptam egy levelet, hogy jönnek helyszíni ellenőrzésre. Az új járdánál, a postával szemben, ugye ott a szélesebb kapu bejárat. Thank you.
visszegy a remete dolgozni, és fölvetjük a jámbort. De a közmeneti feladatot, milyen ugyanazt a feladatot látják el, és rendesen alkalmazásban vannak. Mire gondolunk a közmeneti dolgozóra? Ugyanerre. Akinek megfelelő végzettsége van. Hát a remetének megfelelő végzettsége van. Az Izabel az egyik ünnepelő szervező, a másik pedig rendezvény szervező. Az Izabel az a felsőfokú művelődés szervező végzettsége van. Ezt a feladatot látják? Főállásban. Napi 8 órában. Minden a közfoglalkoztatottak közül, ki van jelenleg, jönnek takarítani, most is meg lehet nézni a vécéket, mert takarítottak. Tehát az, hogy... Thank you.
variálni. Hát az egészet, tehát jelen, hogy valamilyen szerepet. Hát itt, aki itt van ebben a művelésben, itt tartózkodik, azt gondolom, hogy mindenki felelősségét tartozik azért, hogy itt legyen, mert ez a munkahely. És ezt meg kell követelni, mert ez is a felelősség. Aki itt van, azt gondolom, itt van három ember, a három ember közül igazán kéne tartani mindenkinek, hogy mi a feladata. Hát a kérés meg biztos, meg ez nem vagy nem múlni, hogy sajta fog múlni, mert ezek után biztos, hogy mindenki ebben a munkahelyre benne lesz, de mindenkinek. Hát ha én itt dolgozom és látom, hogy a WC koszos, akkor biztos, hogy szólok, hogy jöjjön ide, csak valamit akarok. A vizet fogják. Teljesen. A Dénes, az, hogy a Dénes csinálta a főszerelést. Minden. Több mint 4 millió forintba került. Több mint 4 millió forintba került, mert azt gondolták, hogy megvettük a csempétnek az öt. Nem. Kiásta a Dénes, új bekötést csinálta a vízoraknától, az összes szennyezett, veletverre, a vakola, a csempe, teljesen. 4 millió forintba került, úgyhogy abból a munkat is megérjük. Most az a kérdés, tehát nekiálltunk, látom én ezt a vizetdokot, mert lehet, hogy azt a vizetdokot, ha marad a művelődés jelent, nem találunk rá megoldást ki egy más rövid határidőn belül, akkor igenis hozzá kell nyúlni. Úgy, ahogy esetleg hozzányúlunk ezzel a pazazatot, azért mert közművelésnek abban a pályázatban az volt, hogy valamit be kellett tenni, és azt gondoltuk, hogy már egy ilyen hasznos, és azért tettük bele ezt a burkolatot, meg a színpadot. De ha nem lesz művelődési ártra olyan pályázat, akkor neki kell állni annak a tizedik blokknak legelőször is. Meg ha itt vannak az ablakok, kicserélni legalább az ablakok, mert kiesik az ablakok. Ott van a műanyagok, de nem meg. Tehát valójában. De mondom, ez, hogy a nyugdíjasú fönt van, tehát lassan már én sem merek fölmenni. Igen. Hát ezért, tehát ez teljesen, mondom, azon tudok, és hozzá kell jönni, mert áldozatnak gondolom. De mondom, a takarítás... Tessék! Jó. De akkor várom, várjuk ma. Jó. Mert vízóra. Nem. Jó.
első világháborús sírokat találtunk, arra szeretnénk a síroknak a felújítására beadni pályázatot, tehát a hadtörténeti múzeum folyamatosan habajgat, és naponta hívogatnak, hogy tudnának adni támogatást. Az evangélikus temetőben lévő első világháborús sírokat jelölték meg, de azokat az családnak a hozzátartozók felújították, most lefényképeztük, azok teljesen rendben vannak. Tehát találtak Valdós Zsuzsia temetőben első világháborús a katolikusok. És megvannak ezek a körös. Igen, még kettő van. Kettő van. Valaki azt mondta három, de nem tudni, hogy a harmadik alatt valaki nyugszik el. De ott a kettőnek a felújítására esetleg. Három vannak ottan, három a sír, de két pályka van. Na, azért mondom, hogy ott akkor azt megcsinálnánk annak a környezetét rendesen. Jó? Ha. De vannak második világháború sűrűsök is vannak. Tudom, azt tudom, hogy most az első világháború. Igen, jó. Na ez jó, nem ez. Javaslat. Vizsgáltuk ide, hogy betesszük ide a Debrecen utcához az úthozat a botkáiknak a kerítésére. Oda se lehet. Hát itt ahol van a
Szentírástól kijövő út, tehát ide a Debrecen utcán, ide a Botka felé érkezett ebből része. Yeah.
testületi ülésen szeretném folytatni a mai napot. És aki úgy gondolja, itt szeretne maradni, tartunk egy 5 perc szünetet, aki úgy gondolja, itt szeretne nagyon szívesen. Lányunk előre lehet jönni, meg tudjuk beszélni. Akinek nekem van, hogy jó utat, meg jó egészséget kívánok.